Sziasztok, üdvözlök mindenki, drágáim, itthon vagyok. Hellótok, drágaságaim. Kicsikém, itthon vagyok, gyertek. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel. 3:30, szeptember 14 szerda. Egy pillanatot kérek, drágáim, mindjárt. Sajnos jegyzetelem, hogy mikor mi volt. Sziasztok, üdvözlök mindenkit, nagyon sok szeretettel. Szép napot mindenkinek, drágáim, nektek is. Oszthatjátok a live-ot.
Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Szeptember 14 szerda. Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Mostanság mindent jegyzetek, mikor mi történik velem, vagy mikor hova megyek. Ez van. És hát jegyzetelek én ittem mindent.
Tehát ennyi. Drágáim, nos, szia, te drága. Hello, Mónika, Mária, Kollár. Most live-ozok egész napból. Hála jönnek a mai napon egy dolog elintézve. Amit akartam, megtudtam. Szó-szó. De ez is sokat ér nekem, és hálát mondok a jó Istennek. És nekem ez nagyon sokat számított, amit akartam, megtudtam. És a többi magától jön, csak ennyit mondok. És nem érdekel senki. Nem fogok reagálni semmire. Nem is igazán akartam én soha. De mindent megtettek, hogy provokáljanak. És gúnyoljanak. Noha tudták, hogy miben vagyok, de annak dacára provokáltak. Holott tudták, hogy miben vagyok. Sejtették és tudták, mert ugye terjengett a dolog, hadd ne mondjam. De a vesztésükre és a... Igen, ha mondhatom így, akkor a ő vesztésükre, akik irigyek és akik a rosszat akarták nekem. Amit akartam, megtudtam és számomra jó. Hogy kinek jó, kinek nem. Az engem nem érdekel. A lényeg, hogy ahol én voltam, nekem pozitív visszajelzések jöttek, és a többi nem számít. Egy, üzenem az irigyeimnek, nem hagyom magam provokálni, kettő, én alám nem fognak tudni tenni, mert mindenhova elmegyek, hogy engem figyeljenek. Azok, akiknek kell, hogy figyeljenek majd, akit én megbízok. Hogy engem figyeljenek. Mikor, hol vagyok, mit csinálok. És innenstől provokálás. Nincs rám fogva a dolog, nincs. Nem lehet, nem hagyom. Nem engedézem, hogy elnyomjatok. Nem engedézem meg magamnak azt, hogy az életemet tönkretegyétek. Szétziháljátok, mind amennyire szétziháltátok. Ennyi. Tehát annyit tudok csak mondani, hogy nem fogom magam egyáltalán hagyni, belevinni a bajba. Nem is fogom, mert nem vagyok hibás. Az, ami volt, felejni érte az, aki bele szeretett volna vinni a bajba. Felejen az, aki belevitt a bajba. Hajszál híján. Engem nem érdekel, nem reagálok, nem jelentek, nem jelengetek és nem reagálok, de engem békén hagyjon. Mert ha nem, az első osztályú leszek, aki jelent, föl fog jelenteni bárki is. Bárki is legyen, azt feljelentem, első osztályú leszek rá. Hogyha engem továbbra is provokálnak, kötözködnek és nem hagynak. De én ezt nem fogom hagyni, mert inkább nem is fogok facebookozni, de azt tízszeresét bánja meg, ha én eltűnök a világ elől. Tehát nem hagyom, hogy provokáljatok. Hála jó égnek, nem vagyok bűnös, hibás, nem vagyok bűnös. Ennyit mondok. Békén lehet hagyni. Leszállni rólam. Már akik irigykednek, akik gonoszok, akik más sem akartak, csak rosszat akartak nekem. Egész végig rám tartottak, hogy csak elnyomjanak, hogy csak elzárjanak a világ elé, mert annyira irigykedtek, hogy itt voltam, ott voltam, majd kisöcsém, figyeljél rám, mondok én neked valamit. Majd akkor szólaljál föl, ha leteszel annyit, amennyit én tettem le az asztalra. Ha annyit leteszel, amennyit én letettem az asztalra, majd akkor szólaljál fel. Megértetted?
Addig, amíg én rajtam kapaszkodó föl, csibankodnál fel. Meg ki, ha te nem vagy. És amíg a másiknak a hátterét nem ismered, elő a véleményt nem alkotunk. Előítéletet nem alkotunk senkiről, amíg nem ismerjük ki a másikat. Majd, hogyha ismersz, kis barátom, akkor alkothatsz rólam véleményt. Addig meg ne merjél szólalni. Megértetted? És jó ideje sehol nem vagyok. Csak itt a privát pénzemen. Se TikTokon, se Vargarén hivatalos oldalon, se Mahiana hivatalos oldalon nem vagyok. Nagyon régóta, hónapok óta. Pár hónapja. Csak elmondom. Mi több? Ez idáig se én használtam. Ha hiszitek vagy nem, hát nem érdekel. A lényeg az, hogy magamnak felek meg, és a családomnak. Olyan fajta vadidegennek nem fogok bizonygatni, aki nem ért meg. Aki nem tudja a hátteremet, mi mentem és mi megyek köztünk. Szia Laura, sziasztok mindenkinek, szia János, szia Csavara fel, szia mindenkinek. És nem érdekel senki véleménye. Régestelen régen leszartam nagy évből, és nem foglalkozok senkivel. Szépen, szegényesen eszegetek. El vagyok én a magam kis szegényes, nyomorult világába. Békén lehet az irigyeknek hagyni. Ha jót nem tudtok valakivel vagy velem tenni, rosszat meg ne tegyetek. Ne ártsátok magatokat bele az én ügyeimbe. Megértettétek? Az én magánéletembe. De senki. Majd esetleg egy komoly illető, aki hatóság vagy ilyesmi, az is csak akkor avatkozhat bele, ha tényező valóság, hogy én bűnöző vagyok. Verekedek, ölök, gyilkolok, akkor igen, beleszólhatnak. Lopok, csalok, lopok, akkor igen, beleszólhatnak. De addig, amíg ezeket nem követem el, addig nem szólhatnak bele. Először is beszéljünk, csak beszéljétek csak a tényekről. Az igazságról, majd akkor érdemes lesz meghallgatni. De addig, amíg mind a kacsa átötted a szállat, addig te ne szólaljál meg, bárki vagy. Bárki vagy, irigyem. Könnyű mások kitalálni dolgokat. És bármi is lenne igaz, vagy bármi se, akkor sincs hozzám között. Mert kívülálló személy vagy. Nem vagy a családom, nem vagy a rokonom. Hogy közöd legyen hozzám. De még egy rokonnak se nagyon van köze hozzám, hogy milyen életet folytatok. Csak akkor, ha ő rá kihat. Csak akkor, ha ő rá ezt kihat egy rokonra. Vagy egy testvére. Még ő sem szólhat az életembe. Nem még egy full vadidegen. De terül ennyit. Én szegényesen eszegetek. Mocsis kis kolbászt eszek. A live-ot lehet osztani. Lángolt kóvászt teszek kenyérrel, vajas kenyérrel. A férjem dolgozik, drágám.
De mindegy. Igen. Egy kis vaskenyert teszek kolbásza. Nagyon is jó. Tegnapról megfőztem, láttátok, ilyen lecsós, vegyes fölvágottból megint. Ilyen nagyon finom dolgokat. Kétféle császárszalonnából csináltam lecsót. És köszönöm. Köszönöm, Zita. Köszönöm, Gombos Tóth Zsuzsanna. Engem nem érdekel, hogy ki mit gondol. Egész, amióta gyerekek 2-3 éve, mióta tudom ezt, 2 éve, annyira rám cuppantak, rám telepettek, hogy képesek voltak odáig fajulni, hogy belém kapott még a nem tudom ki se. Olyan embereket rám állítottak, akik imádtak, naponta kapcsolatban voltam velük. Meg kellett bizonyos helyeken jelennem, miattuk. Pedig tényleg nem foglalkozok velük, mert nem foglalkozok velük. Esküszöm, hogy nem foglalkozok velük, tényleg. Nagyon komolyan mondom. Hogy nem foglalkozok velük, ez is volt a bajuk már. Nem volt mit a TikTokra föltenni. Hát a nyugatiban még jó múltkorjában, jó pár hónapja még följártam fél éve. Már majdnem, hát na, fél éve. Már nem tudták, mivel provokálnak. Milyen telekszem? Milyen cikk? Nem érdekel, olyan cikk jelen meg, amit. Ami akar, nem érdekel. Nem tudtok fölhúzni. Én magammal foglalkozok azzal, hogy rendet tegyek, egyek, igyak, ellássam magamat és a uramat, többi nem érdekel. Pont letolom azokat, akik arra mennek, hogy engem hesszeljenek. Ti is tudjátok, hogy tudom azt, hogy mik mennek, de azért hesszeltek. Cilu, gyere ki! Pontosan tudom, hogy a dolog, a játék arra ment ki. Kész van a... Most, ha úgy mondom... Hát, mit mondjak? Ebéd, késő délutáni ebéd. Úgymond, délutáni ebédem. De majd úgyis nekiállunk rendesen, normálisan kaján, most hirtelen megeszek egy vajaskenyér, egy kis darabka lángót kóbász, mert nemrég eljöttem meg egy fél órája. Intéztem a dolgaimat, a ügyeimet, a mai nap. Többi nem érdekel. Úgy éreztem, drágáim, hogy beszélgetek lájtosan.
Ja, értem, Richard. Igen, Richard, csak valaki még írta, és azt hittem, hogy pisz, jó, Richard, köszönöm. Vagy elnéztem már, hülye vagyok, Richard, ne argudjál. Oké, Richard, Szabó, bocsánat, drágám. Jó, rendben. Már nem vagyok most pillanatnyilag komplett különben. Valahogy... Különben elnézem a becseket néha, időnként. Igen. Hát nem tudom, milyen sikerünk a jó ideje nem vagyok, de mindegy. De köszi, Richard Szabó. Köszi, semmi gond nincs. Tudom, hogy te nem rossz bújírod, mert ismerlek, hogy kedves vagy nagyon. Rendes vagy, úgy tudom. És arról van szó, gyerekek, hogy mondjuk 20 emberből 7 ember el akart volna tenni lábalú, vagy esetleg elnyomni, és úgymond majd, hogy sikerült. És elérték azt, hogy azt mondtam, hogy jó, én egy darabig befejezem, el is értétek. Gratulálok! Gratulálok! Én ennyit mondok. Haver, gratulálok! Csajci, gratulálok! Bárhányan meg bárki! Haver! Gratulálok neked, megtapsoltalak. Köszi, Richard. Megtapsoltalak. Köszönöm. Megtapsoltalak. Ezt elérted, ezt egyet, hogy nem vagyok egy ideje. De ettől még nem igáztatok le. Tehát az énekesnő Varga Irén Mahiana Rosszálló vissza fog térni. És az Isten csak legyen velem. Vissza fogok térni, csak legyen normális valaki, aki velem foglalkozik, és visszatérek. És akkor is egyenes úton fogok menni, ahogy idáig. És engem nem érdekel, hogy ki mit gondol az irigyeim közül, kinek nem ingye, ugye nem veszi magára. Tehát ennyi. Én a dolgomat közben én intézem, amelyik tik röhögtek rajtam a háttérbe. Mert 102-103 ismerősöm van, és abból fölgyűnnek ilyen páran. Hatan, heten. Mikor, hogy? Többi lapul? A többi lapul. Tehát engem nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nem érdekeltek? Nem reagálok? Nem foglalkozok veletek? Egyszer oda se írok? Nem értem oda? Nem kiabálok? Nem veszekedek? Nem beszélek csúnyán, mint annó? Mert akkor nem tudtam, hova tettem a... Nem tudtam akkor, hova tenni a Facebookot. Nagyon sok mocskos dolog ért, nem is csoda, hogy kibuktam. Rájöttem nagyon hamar, hogy mire ment ki a játék, és nem lehet provokálni. Már nem. Tehát ahogy valami gyűn, azonnal kifotózom, és már rakodom el. Ennyi. És engem nem fogtok tudni provokálni. Hiába laputok, nem jöttök fel a 102-ből, mert ráadásul a Facebookom nyilvános, ha jól tudom. Bár nem vagyok nagyon benne biztos, mert akkor vagy egyáltalán már nem mernek én, mert tudják, hogy letiltom, hát aki itten csúnyán beszél, vagy plágás szavakat meglátok, meghallok, már tiltom abba percbe.
Az engem mondjuk nem érdekel, hogy lapúnak, vagy nem, amíg ő jó velem, addig én is jó vagyok. Addig én is jó vagyok, amíg ő jó velem. Amilyen a most olyan a törűköző. Tehát ennyi. Tönkretettétek az életemet. Szó szerint mondom, tönkretettétek az életemet. És azt gondolván, hogy akkor ettől majd jó lesz minden. Hát nem. Ettől jó nem lesz semmi. Jobb nem lesz, mert én sem hagyom magamat csak úgy, random. Mert én vagyok a Varga Irén, és mert tik vagytok a tik. Akkor velem meg lehet tenni mindent, mert ez és ez volt a TikTokon ilyen és ilyen dolog. Hát nem fogom magam hagyni. Ezt én itt ígérem Facebookon. És ezt azért mondom, megindoklom. Szeretnétek, megindoklom, miért mondom ezt. Azért mondom ezt, mert túl vitt, túlzárba vittétek, túlment az emberiségen. Ez kegyetlenség, amit velem műveltek. És amit már velem műveltek, már nem emberi. Túlment minden határon, túlment. Túlment, nem szolgáltam rá, és egyet elmondok, ami szintén igaz, Isten igazából. Jézus és Isten igazából mondom. Nem provokáltam senkit, nem irkáltam senkire, hiába próbálkoztak az én logommal, esküszöm a Szent Szűz Máriára, a Szűzanyára, az Istenemre, a Jézusra. Esküszöm, hogy nem provokáltam senkit. Volt olyan helyzetem annó, hogy visszaéltem meg, hogy na, lehet innen menni, vagy te se vagy különb, de amúgy nem provokáltam. Tehát mások olyanok írtak oda, akik engem utáltak, hogy ellenem szítsák az embereket. Ellenem haragítsák a jó embereket, akik esetleg bírtak engem, hogy mást higgyenek rólam, mint aki valójában vagyok. És noha bíztam, hittem bennük, meg azért ideges voltam, durcás voltam ez miatt, hogy hogy lehet ilyen, hogy ellenem haragítsák, nem gondoltam volna, hogy idáig fajulnak. Noha naív voltam, vagy noha hiszékeny voltam, jó lelkű voltam, és jó szívű voltam. Ellenem haragították az embereket azért, hogy higgyenek rólam más, mint aki valójában vagyok. Ezért nincsenek meghívásaim, fellépéseim, meg egyéb. Mert az emberekkel félre ismertettek, és nem olyan infót adtak le rólam, ami tisztességes úton ment volna, hanem elnyomtak. Olyan infót adtak le rólam, amivel szó szerint, drágáim, elnyomtak. Mint egy cigi csikket. Szó szerint elnyomtak, mint egy cigi csikket, és sajnos hagytam. Hagytam áramolni ezt egy darabig. Hagytam én ezt áramolni. Négy évig, körülbelül, bocsánat, körülbelül, de csinálom ám ezt jó pár éve már. Jó pár éve csinálom, de körülbelül 3 éve hagytam ezt áramolni, hogy leárassanak, hogy kicsináljanak engem. Hidd vel azt, hogy én egy senki vagyok. Egy mi haszna vagyok, egy munkakerülő vagyok, egy tróger vagyok, egy semmit nem érő vagyok, egy undorító vagyok, aki nem tud viselkedni. Aki nem állja meg a helét, aki nem alkalmas az életre, a világra.
Ezt kezdték el sugallani az emberek felé, a hatóság felé. Majd végül elkeseredtségembe, ma olyanhoz folyamodtam, hogy azt mondtam, hogy már ezt nem bírom tovább. Vagy megölöm magamat, vagy én valamit csinálok, mert ezt nem lehet bírni, ha nem cselekedek. Vagy a gyámom, a férjem, ha nem cselekedik, vagy én, akkor valamit cselekedni kell. Mert ezt hagyni, áramolni nem lehet. Azért tűnjek el a világ elő, csak hogy én másnak jót tegyek, kielégítsem azt, amit ő éppen kér, vagy a kényét, vágyát. Kielégítsem az ő óhaját. Én azért nem fogok eltűnni a Facebookról, nem fogok eltűnni a világ elől. Nem fogom hagyni. Ameddig bírom, küzdök. Az utolsó véremig. És nem fogom feladni, egy mód van rá. Amíg bírja az erőm, és a állapotom, a cukorvérnyomás betegségi állapotom, addig csinálom. Ha már nem bírom, akkor azt mondom, hogy feladom. De nem fogom feladni, csak azért, mert ők nekik adjam meg a kényüket, vágyukat. Na hát ők abból nem fognak enni. És raktározzátok el ezt a live-ot, mert ez szintiszt igazságról van szó. Megkérek minden jó embert, itten minden pár jó embert, megkérek, rakja el. Amikor kell, megtárjátok ki. Hogy jó pár az arra mentek, hogy eltegyenek lábalú. Még meg is feregettek. Életveszélyesen. Itt pont az annak szólaltak föl, akik elsülhetnének a szégyenbe. Az alja, hadd ne mondjam. A Jézus is azt mondta, hogy a tevét lenyelik, meg a szákát mindenkiben meglássák, csak magukba a gerendát nem lássák. Nem veszik észre magukba a gerendát, de a másikba a szákát meglássák. Önmagukat nem kérik számon, de majd ott fönn a Isten majd számon fogja kérni. És meglakol mindenért. Az Isten számon fog téged kérni. Mert hiszek, és tudom, hogy létezik az Isten. Van Jézus is a égbe. És ha van Isten az égen, akkor csodát tesz. Megváltás lesz. Úgyhogy ennyi. Erről ennyit akartam mondani. Mindig arra ment ki játék, hogy engem elnyomjanak. Ezért nincsenek felépésem, nem véletlen nincsenek. Hát, nekem meg már elfogyott erőm küzdeni. Pont ezért nem is küzdök. Már olyan téren, hogy nem állok le veszekedni, nem állok le vitatkozni, nem állok le verekedni senkivel, nem mocskolom, nem retkölöm be a kezemet, se a számat. Ez a szintiszt igazság. Köszönöm, hogy velem voltatok, életeim. Nem soká elkezdek főzni, majd live-ozok, életeim. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok. Amit tudtam, intézkedtem, ugyan lassan, de pozitívan értem haza úgy, ahogy. Ezt is köszönöm a Istennek, a Jézusnak és a Szűzanyának, hogy ezt a napot is megéltem, hogy ehetek, ihatok, és hogy nyugalomba lehetek, per pillanatnyilag. És noha mit tudtam, intézkedtem, majd kiderül, milyen hatás lesz ez. Köszönöm szépen, drágáim, sziasztok, legyen gyönyörű szép napotok, csoda szép napotok legyen majd, nem sokáig. Nekiállok főzni,
és live-ozok. Puszilok mindenkit!